Sziasztok! Mindenkit köszöntök a Futóvlog legelső adásában. Ma a Budapest félmaratonra fogunk kinézni, ahol én is rajthoz állok. Éppen útban vagyok a rajtvonal felé. Előtte azonban még összeszedem Csere Gáspár barátomat, aki ugyancsak indulni fog a versenyen. Hello! Szervusz Gáspár! Hello! Tehát, amint mondtam, félmaraton. Gáspár, hánykor keltél ma? Én 5 óra 30-kor. Te 8-kor van a rajt, ez nagyon korai. Az azt jelenti, hogy nekünk ott kell lennünk már 7:30-kor, hogyha rendesen be akarunk melegíteni. Hát így van. Egy perc van a 6:30. Feltöltötted a szénhidrát raktárakat? Hát úgy, ahogy tegnap ebédre meg vacsorára is tésztát ettem. De azért félmaratonról olyan nagyon nagy töltésre nincs szükség, ez inkább a maratonnál érvényes. Hát mondod ezt te, nekem azért elég hosszú ez. Ja igen, neked ez a maraton. Hát ja. Ilyenkor reggel meg már a nagyot nem érdemes enni, nyilván egy kis zab, korpáska, egy banán, ilyesmi. Bár úgy hallottam, hogy te nem ettél. De én ettem, csak én nagyon messze lakom és megijesztem közben. Igen. Jó van, mit fogsz ma csinálni? Mit fogunk ma csinálni igazából? Vizer félmaraton, országos bajnokság, 21,1 km, kemény futás. Ja, hogy csak elfutjuk keményen. Ez az instrukció, ez a taktikánk, hogy keményen futjunk. Hát figyelj, én címvédőként érkezem, tehát nekem nyerni kell. Ennek van azért egy kis terhe, de várom. Értem. Izgulsz, hogy sikerül megvédeni a címet? Hát persze, azért izgulok nyilván. Hát én nem címvédőként érkezem, de én is nagyon izgulok, hogy sikerül-e megvédeni a csapatbajnoki címet, mert hogy abban nekem is volt egy pici részem tavaly. Így van, így van. Hát az nem lesz egyszerű, szoros verseny lesz, de oda tesszük. Milyen gyorsan futott-e a félmaratont? A legjobb időm az 64 perc. Hát meg lehetne rajta faragni, de nem rossz, nem olyan rossz. Nem alapul. Olyan rossz. Mi az, amit még feltétlenül meg kell osszunk azzal a hihetetlen sok nézővel, aki most minket követ? Hát én nem tudom, hogy a nézőket mi érdekli, de azért az érdekes, hogy... Írjátok meg! Hát igen. De tegnap számolgattam, hogy nekem ez a 10. Vizer félmaratonom lesz, képzeld. Én 2007-ben indultam először, és 2-t ki kellett hagynom, és ez lesz most a 10., úgyhogy nekem ez jubileum, úgyhogy most tényleg jól kell futni. Nekem ez a 4. Az elsőről ki kellett állnom 20 kilométernél, mert egyszerűen kiszáradtam. Nem gondoltam volna, hogy ez velem így meg tud történni, de megtörtént. Tényleg nem bírtam tovább futni. Aztán volt egy elég jó, 2013-ban. Aztán az két egyén, nagyon rossz. Az egyéni csúcsod volt, ugye? Igen. És jó, akkor elszámoltam. Ez az 5. Feltehetően a 4., amit teljesíteni is fogok. Na hát hajrá! Egyébként örülök, hogy most a rajtot átrakták ide a budai rakpartra, mert ugye a mi atlétika pályánk ott van tőle pár száz méterre, nem kell bemennünk a városba. Igen, konkrétan van bejáratot töltözünk a versenyhez. VIP! VIP. Ja. Ezek kíváncsi leszek, hogy férünk el, mert azért az infópart nem egy városliget. De hát azért elég komoly rutinnal rendelkeznek a szervezők, úgyhogy nem kell aggódni. Hú, hallod, nemrég rendeztem egy futóversenyt, nagyjából voltak rajta 50-en, de hát teljes pokol volt a szervezés, úgyhogy most egy picit átértékeltem, hogy ilyen tömegrendezvényeket megrendezni, az milyen hát igen, nagy komoly kihívás, és igen, infrastruktúra, pénz. Hát igen, és lesz most is 30 000 futó, és úgyhogy csak azért ennyi, mert több már nem is jelentkezhet, mert betelnek a nevezések, és ennek a 10%-a külföldi, tehát hogy tényleg olyan szolgáltatást tudnak most már előállítani, amiben a világ különböző pontjairól érdeklődnek. Úgyhogy megtiszteltetés nekünk is. Fú, ez most nagyon úgy hangzott, mint valamiféle promóció, de sajnos a BSI egyelőre még nem támogatja a vlogot, lévén, hogy így a létezéséről sem tud, de azért majd megpróbálunk beszélni a srácokkal. Na, jó van, közben mi lassan megérkezünk az öltöző felé, úgyhogy legközelebb valószínűleg na szóval, találkozunk a rajt után. Sziasztok! Ilyen integetős lesz. Szia!
maraton. Nem sikerült 70 percen belül teljesíteni, de azért így is nagyon örülök, mert nem futottam ilyen jót már évek óta. Kemény futás volt, jól mozogtam, úgyhogy örülök. Gazi viszont megnyerte, és az első helyzetet mindig elviszik doping vizsgálatra, úgyhogy most megnézzük, hogy mit is csinálott. Te neved? Hát igazából számítani lehetett rá, hogy nem engedik, hogy felvegyük, ahogy a Gazi doping mintát ad. De azért mi megpróbáltuk. Úgyhogy a versennyel kapcsolatos élményeinket és tapasztalatainkat, illetve ezeknek a megosztását, hát arra még várnunk kell egy kicsit. Hát amíg Gazira várunk, addig nézzünk körül. Téged fognak hívni, nem? Hát valószínűleg. Jaj. Ne aggódj, Nándi, mi is felmegyünk a dobogóra. Próbáljuk meg úgy, mintha mindenki benne enne. Ott a szombathelyek is látszódnak, jól van? Jól van. Megtaláltuk most meg Gáspárt, és túl van a dopingvizsgálaton is a hihetetlen mennyiségű interjú, VIP sátor, amit szeretnél. Ja, nyújtani nem is volt időm, pedig már vagy két órája beértem a szépen. Jó, sikeres nap, tényleg. Te ugye első lettél, csapatban elhoztuk az ezüstérmet, hát az az igazság, hogy nem bánkódhatunk, mert 4 percet kaptunk az első csapattól. Hát ugye a Veszprém nyertők azért az elmúlt 10-20 éve szerintem rengetegszer nyertek itt csapatot, úgyhogy az nagy szám volt, hogy tavaly elvettük tőlük, az nagy skalp volt. Nem, hát akkor bánkódnék, hogyha múlt volna rajtam valami, de jó, az igazság. 4 perccel jobbat nem tudtam volna futni sehogy se. Szóval, hát hogy igen, ha szuper formában vagyok, akkor se. Ja. De jó, jól mentél áron, 71 perc. De azért én 70 percen belül elvárok majd tőled. Ja. Én is elvárok magamtól, de az igazság, hogy most ez elég biztonsági futás volt, mert az korábbi években nekem nem sikerült túl jól a félmaraton. Mindig valahol megborultam, meg elengedtem. Most ahhoz képest nagyon jól sikerült, mert az első nehézségek 15 km körül jelentkeztek. Nyilván általában mindenkinél ott szoktak jelentkezni. Betelt egy kis időben, amíg úgy korrigáltam, de azt hiszem, hogy megoldottam a dolgot. És nem múlt rajta végül, és tényleg semmi. Ügyes voltál. Na, köszönöm. Imádom, hát... amikor dicsérni. Hát te is nagyon ügyes voltál egyébként. Jól ment. Próbáltam úgy futni, mint hogy a maratont mennék, és ez be is vált, mert tudtam takarékosan menni végig. Hát az első fele kicsit nehézkes volt, ugye korán volt a rajt, meg edzőtáborba jöttem, volt egy kis fáradtság. De aztán a második felére jól összekaptam magam, és minden klap volt. A többiek elkezdtek fáradni, leszakadtak, én meg nekem egyre jobban ment, úgyhogy így a végén a Jenkei Petivel maradtunk, azért azt tudtam, hogy őt azért már menni fog. Persze ő egyre jobb futó, de azért az úgy gondoltam, hogy menni fog az ő lehajrázása, és hát ott a Corvinusnál. Utolsó 2 kilométeren elléptem tőle az emelkedőn, és akkor a végén már csak egy szinten tartása volt szükség. Az jó hosszú egyenes volt a vége. Jól ment. Örülök, hogy újra bajnok lehetek. Az elsőt volt nehéz csak megnyerni, nem? Igen, ezen gondolkoztam, utána már az ember megtöri ezt a jeget, és akkor utána már van egy ilyen biztonságérzet, hogy tényleg erre képes vagyok, tehát már nem olyan utána könnyebb elhinni. És ezt most is éreztem, hogy egész versenyen így nem izgultam nagyon, hanem úgy. Ezt nekem is el kéne sajátítanom, mert én 5 éve voltam országos bajnok, és azóta csak második és harmadik helyeket gyűjtök be. Úgyhogy egyáltalán nem volt, nem mondanám, hogy az olyan áttörés lett volna, és azután már csak úgy jöttek. De ez nyilvánvalóan hát egyéni élethelyzet. Nagy úgyhogy. Áttörés lesz majd, akkor kívánom, hogy újra beköszöntsön a bajnok élet. Egyébként nagyon lassan kezdtünk, én ott eléggé megijedtem, hogy az élbolyal kell futnom, mert hogy gondoltam, hogy ez majd úgyis, hogy gyorsabban fognak futni, és akkor így szánszándékkal leszakadtam. Az első 7 kilométeren nekem nagyon kocogós volt, nagyon jól esett, de közben tudtam, hogy ez 21 kilométer a végén, meg el fogok fáradni. Aha. Jó,
Jól ment. Hát igen, nem igazán sikerült a bolyozás, de jobban sikerült, mint bármelyik korábbi évben. Aha. És hát még kicsit szóljunk a Nandiról, ugye a csapat harmadik tagjáról. Igen. Gera Nándor, David Hasselhoff futónk. A frizurája miatt szoktuk David Hasselhoffnak csúfolni, már amennyire csúfolásnak minősül. Nem egy maratonista alkat, de jól helytált, 75 perces egyéni csúcsot ment, úgyhogy le a kalappal, és hát hozzájárult az ezüstéremhez, úgyhogy köszönjük neki a közreműködést. Fú, ezzel nincsen vége egyébként. Még lesznek csapatbajnokságok, országos csapatbajnokságok. Hát így van, ez az őszert most ennek a szezonja. Most én is úgy döntöttem, hogy nem időjavításra megyek, hanem megpróbálok a spármaraton. Indulsz a 10.000 méteren? Jó lenne, hogy az mikor lesz, 2 hét? Hát fenébe, akkor ott már, viszont már komoly ellenfelek vagyunk, mert az ott középen van. Ja, két hét múlva lesz ugye a 10 kilométeres országúti OB, ugye az szintén csapatverseny, és úgyhogy ott is akkor oda kell tennünk magunkat. A maratont még átgondolom, mert azért 3 óra folyamatos futás nekem. Hát ne de a csapatért, a csapat aranyért. Hát jó. 3 óra. Jó, 2,5 óra is nagyon sok, szóval, hát, hogy... Jó, oké. Okay. Gáspár, azt hiszem, hogy így sikerrel acceptáltuk, életünk első vlog. Adását? Igen, más nem is tudtunk volna felvenni, ja. Szóval mit, szóval ha nem azt, amikor nyerünk valamit. Akkor már megmutatjuk, kupa, ugye egy ezüst és egy aranyérem. Vásárlási utalványok. Rengeteg ugye, pénz! Vizet. Pénz! Ja, úgyhogy... Jönnek a szponzor megkeresések, minden, amit szeretnél. Aranyélet. Na hát, köszönjük, hogy figyeltetek, és köszönjük mindenkinek a szurkolást. Jól van, ezt nagyon meg fogjuk vágni. Sziasztok! Ciao.